Munkás emberek vagyunk. Azaz. Hello, sziasztok, remélem jól hallotok, minden rendben van. Itt van velem Koyész Szerkov. Ma egy Diamondos show meccset fogunk játszani. Igazából két top Diamond játékos fog összecsapni. Ma este Winter lesz majd a Caster társam, de sajnos ő csak 8-tól ér rá, úgyhogy még várni kell rá egy picit. De amint megjön, be fog csatlakozni, úgyhogy... Úgyhogy jó lesz szerintem a mai nap. El is kezdjük. Igazából nem volt sok igénye a játékosoknak, úgymond map téren, nem is vétóztak. Mind a hét mapon végig fogunk menni ABC sorrendben, és a 2000 Atmosphere új ladder mappal fogunk kezdeni. Közben ide raktam a Invisible Man képét Winternek, úgyhogy nagyon várjuk. Winter is coming. Reméljük hamarosan megérkezik talán, hogyha szerencsénk van előbb, mint 8 óra. Közben azért átadnám a szót a többieknek is, hogy köszönjenek be. Itt van velem Koyész Szerkov. Sziasztok! Hello, sziasztok! Úgyhogy most egymásnak feszülnek. Látom a cseten már itt van Tutyi, felkészül Koy ellen. TVZ buildekből a HST-re. Hát ez mindig benne van, de nem baj. Majd meglátjuk. Jó van, srácok, akkor... Mutoljátok le magatokat, Fairplay nevében, aztán indítom akkor az első mapot. Oké. Okay. És akkor, mint ahogy mondtam, a 2000 Atmosphere lesz az első map. Observer. Nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy amúgy mik lesznek a meccs eredmények. Alapvetően a két játékos általában nagyon közel van egymáshoz. Most amúgy Szerkov nagyon belehúzott, és personál rekordot állított fel ladderen, mert 4500 MMR-ig elment, ugye ennyi még nem volt neki, és hogyha jól tudom, akkor Koinak se volt még ennyi. Ugye ez a 4003-4 között szokott ő is maxolni. Mint ahogy jó magam is, örök Diamondosként, de attól függetlenül remélem most nagyon izgalmas meccset fognak játszani. No match history-t kérnek a játékosok, azért a ellenük felkészülnek ne legyen olyan könnyű. Koy az ready-zett, még Szerkovra várunk. Ezt mondja ő is, oké, okay. Akkor indulunk is az első mérkőzéssel. Szerintem azért itt BO7-ben látni fogunk mindenfélét, mindenféle buildet. Attól függetlenül amúgy mind a két játékos szerintem makro player. Legtöbbször makro meccset szoktunk tőlük látni, de meglátjuk. Azért itt a BO7-nél már nem szabad kiszámíthatónak lenni, érdemes változtatni a taktikákat. Hát vágjunk is bele, a bal alsó sarokban az Ancient Regime klánból kék színben Szerkov, a Brute Father, és jobb felső sarokban zöld színben Koy Terrannal, szintén az Ancient Regime klánból. Kíváncsian várjuk, hogy mire fognak menni. Tehát azért egy bó hét az azt mondom, hogy az már eldönti, ott már nem az van, hogy egy játékosnak szerencséje van. Ott már azért elég sok meccs van ahhoz, hogy beigazolodjon, hogy ki a jobb játékos. Közben amúgy elindított Koy egy ilyen előrejelzést, itt a Twitch-eten láthatjátok, ott tudtok szavazni. Minerállal, ugye csatornaponttal. És ugye lehet vele nyerni, szóval ez ilyen fogadás jellegű szavazás. Ohoho, most nézem, Koy Command Centerrel kezd, már a Rax előtt lerakja. Egy kicsit ez kockázatos lenne, de szerencsére ugye Szerkov nem spawning pool-lal kezdett, hanem teljesen standardet hozza, hatch first, utána spawning pool és gáz.
Nagyon kíváncsi vagyok. Közben, amíg úgymond készülnek a játékosok és makróznak, elmondanám, hogy Winter jó voltából elkészült a HST-nek a Liquipédiája, amit Kaba meg is osztott a StarCraft csoportba. Nézzétek, közben én is itt a stream alatti linkeket frissítettem, megtalálhatjátok a HST szabályzatot, a tabellákat, a Liquipédiás oldalt, a replayeket, úgyhogy nyugodtan böngészhetek itt a stream alatt, hogyha bármilyen információra van szükségetek. Hó, és most nézem, 3 raxsal kezd, korai Command Center, 3 rax, elég erős bio push-ra számíthatunk itt az elején. Tech az nem lesz, vagy csak minimális talán. Ugye a Steampack, ugye annyi gáz szetkoi és gyűjti. Úgyhogy meglátjuk, hogy mire készül. Elindult közben 4 ling, átmegy a pályán. Ugye észlelte Cerkov, hogy nem jön a Standard Scout Reaper. Úgyhogy akkor áthozza ő a lingeket, megnézi, hogy mi a fene történik. Oldalán. Nagyon-nagyon szétszórva vannak azok a marinok, és így a lingek meg fogják enni. Ugye egy helyen kellett volna maradnia. Cerkov valószínűleg le is fog tudni szedni egy SCV-t és egyet. A másodiknak maradt összesen 5 élete, úgyhogy talán még egy hit kellett volna, hogyha jól tudom. És akkor megszerezte volna azt a második killt is. Úgyhogy a First Blood jelenleg Cerkofé. Annyit még így a streamről, ugye az SC2 Replay Stats bot az minden egyes mérkőzés után itt is és a HST-n is berakja a linket chatbe a mérkőzésről. Itt egyrészt le tudjátok tölteni amúgy a replayt, mármint annak, aki ugye szeretne készülni az ellenfele ellen, valamint ugye részletes statisztikákat is mutat. Úgyhogy érdemes ezt a linket megnézni, amit a chaten kirak a SC2 Replay Stats bot. Cerkov teljesen standard makrobuildet játszik, időbe ment ki a harmadik hatchery, Koi nem tudta megakadályozni, elindult időben a creep is. Itt van egy low HP és SCV, ami el fog esni, a marinok most jó pozícióban vannak, nincsenek szétszóródva. Akkor itt készül a harmadik Command Center. Viszonylag mondhatjuk azt is, hogy az időben van. Nem túl korán, nem túl későn. Ugye megvan már gyakorlatilag a Tech Building, megvan a Factory, megvan a Starport és a 3 Rax. Másik oldalon készül a Baneling Nest, hozza sorba a Cerkov a Queen-eket, és jön át egy Overlord-dal scoutolni. Koi észrevette, nem akarja megmutatni a teljes armiát, és ezért csak 3 marint küld föl, hogy ezt az Overlordot megölje, bár elég nagyot kerülnek, és gyakorlatilag Cerkovnak egyértelmű a buildje Koinak, úgyhogy hiába nem is küldte ide marinokat. Mondjuk lehet, Koi próbált inkább védekezni, hát a kap közben a Naturalre egy ilyen link támadást. Ugye készülnek is itt a lingek arra, hogy betámadjanak. Ez ugye a zergeknél szokás, ugye ezen a spoton el tudja rejteni az Overlordot, szóval látja, amikor a Terran Army nincs itt, vagy amikor elindul, úgyhogy ilyenkor szoktak egy ilyen Lingrangby tolni, és hogyha szerencséjük van, akkor nyitva van a fal, vagy le van húzva a szupli, és tudnak kárt okozni, vagy SCV-t ölni. Elindul a dupla medivac droppal Koi. Cerkovnak az armia az sehol nincsen, egy Quint el is veszített, elvesztette a kriptumorokat, még egy Quint elveszít. Cerkov abszolút nem számított erre a támadásra, 9, 12, 13, 14 drónt veszített, és még eszeágába sincs jönni védekezni, még egy Overlord elesett, most készülnek csak a Banelingek, amin nincsen speed, szóval gyakorlatilag, hogyha ügyesen micrózik Koi, akár ki is tudná snipe-olni. Ó, itt elrepült egy link, azokat a Banelingeket.
inkább úgy döntött, hogy elhúzza, elég sok volt a linges körbe, és vette egy kicsit, későn figyelt ide. Cerkov, mivel elég sok drónt elvesztett, úgy gondolja, hogy most kell egy counter-atak, ami jelenleg szerintem nem fog működni. Bár így, hogy felemelte Koi ezt a command centert, akár jó is lehetett volna. De egyből pótolja a falat. Hazamegy, megpróbálja rendbeszedni magát szerintem Cerkov. Hoz még amúgy 22 linget és 4 bénlinget. Ez érdekes tőle, de lehet, hogy jól teszi, mert itt jön egy elég nagy Terran army. És jelenleg még így is a Koinak van nagyobb army value-ja. Szóval kelleni is fog ez az army, hogy megvédje. Elkészült közben a Bailing Speed, és nézzük, hogy tudja bekeríteni. Igen, Koinak muszáj volt felvenni a seregét, muszáj hazabúsztolnia. Igazából abszolút partiba volt a két sereg egymással, de nagyon jól elébe ment Cerkov, és nem várta meg, amíg Koi fel tud készülni, és szét tudja splittelni az armiját. Közben a counter-attack-kal el is hoz pár SCV-t. 3 SCV elesett. És gyakorlatilag ez a csata, mondhatjuk azt, hogy value-ban teljesen even volt, szóval 43 ling és 3 B-linget vesztett Cerkov. És a saját bényét is megölte. Cerkov, most nézem. Mert Cerkov közben 14 marint, egy maraudert és 3 SCV-t vett el. Közben megérkeznek a mutaliszkek. 7 mutaliszk van. Azok nem fogják elkapni ezeket a medivakokat. Nem is kellett volna amúgy állódolni feltétlenül. Jön egy counter attack. Van itthon elég utánpótlás a Koinak, amivel meg tudja fogni ezt a támadást. Amúgy necces volt, mert hogyha csak az utánpótlás van itt, elég későn rakta le a tankokat Siege módban, szóval rá tudott volna futni Cerkov, de jó döntést hozott, hogy visszavonult, hiszen visszajött az a haras, az a main armia Koinak védekezni. Közben még mindig biztatnák titeket, hogy szavazzatok, hogy ki fogja nyerni a mérkőzést. Összesen a szavazás indításától fél óra van a szavazásra, és a bó hétre vonatkozik, szóval nem erre az egy mérkőzésre, hanem a teljes show meccsre. Kicsit hátul siege-elt le Koi, meg egy nagyon-nagyon széthúzta. Szerintem most a makróra figyel, próbál egyet bedroppolni, de ez amúgy végzetes lehet, otthon nincs elég army, és Cerko felindul a másik irányba, ez biztosan. Hogyha tényleg oda megy arra a harmadikra, akkor itt biztosan fog tudni kárt okozni. Gurulnak a bének, és nem figyel Koi. 5 szem SCV-t vesztett, és felszámolja a main armiát Koyénak, aki bedroppolta ide az armit, de egy kicsit off volt, szóval nem reagál teljesen. Nem tudom, hogy mekkora kárt fog tudni tenni. Cerkov most úgy dönt, hogy nem megy, nem indul ellen támadásba, hanem hazajön védekezni. Elveszítette a spawning pult, ami stratégiailag nagyon fontos. Közben megjönnek a lingek, a mutaliszkek megölték a medivekeknek nagy részét, és még további drónokat fog elhozni Koi. 15, 17, 18. Itt megmondom őszintén, Cerkov, hogyha átmegy Koihoz és felszámolja azt a harmadik bázist, sokkal jobban járt volna, mert itt gyakorlatilag elvesztett egy hatchery, 19 drónt, és itt ez a Baneling Rambai csak 4 SCV-t ért. Ebből többet is ki lehetett volna hozni. Mondhatjuk úgy, hogy most nem volt szerencsés Cerkov. Közben elindulnak a mutaliszkek a másik oldalon, próbálnak harassolni. Jön vissza Koi armia. MMM plusz tank. Késője a repair, a turret repair. Úgyhogy így nem sikerült megállítani a mutaliszkeket, el kell húzni az SCV-ket, 6 SCV-t veszített. Koi úgy tűnik nem foglalkozik ezzel, megpróbálja bevédeni az összes többi bázisát, a negyediken elkészült a turret, és akkor egy ellentámadásba lép.
Cerkov egy kicsit későn reagálja le, nagyon késői az a, az a Béling átalakítás, nem tud időbe elébe menni, fel tud készülni a Terran Army, leszígyeltek a tankok, szétszprittelt a Bio Army, igen, és hiába, és ráadásul elhúzza, nagyon-nagyon sok Bélinget veszített ezzel. Cerkov nagyon-nagyon jó a split, és a mutaliszkek itt már golyófogó nélkül, Ling és Béling nélkül igazából már nem fognak tudni segíteni. És jött is az első GG. Wow! Jó volt, nagyon. És 1-0-ra vezet Koé. Annak ellenére, hogy Cerkov most a favorit, mert ilyen 500 MMR előnyben van Koival szemben. És nézzük is, akkor atmoszfér. Be is írom, hogy az első mapot Koi nyerte, úgyhogy gratulálok nekik. Megkérdezem a játékosokat, hogy akarnak-e valami kommentárt hozzáfűzni az első mérkőzéshez, vagy mehetünk tovább. Azt mondják, még mehet. Oké. Kicsit szégyellősek. Packet Industries lesz a következő map. Oké, felkészülnek a játékosok, és indulunk is. Beckett Industries. Közben biztatnék mindenkit, hogy szavazzatok. Elég egyoldalú a szavazás. Szerintem egyáltalán nem ennyire egyértelmű a meccs kimenetele. Oké, akkor indulunk a második pályával, Bó 7-es meccset játszunk, és Koi vezet 1-0-ra. Most a bal alsó sarokban kék színben láthatjuk Cerkovot, és a jobb felső sarokban zöld színben Koit. Megnézzük, hogy Koi megint bepróbálja ezt a úgymond makró buildet, hogy ezt a nagyon korai kissé rizikós CC first-öt. Közben iszok egy kort sört az izgalmakra. Nem, most gázzal kezd, ez elég ritka amúgy TVZ-ben, úgyhogy valószínűleg Mac-re fog menni. Ilyenkor Battle Mac-et szokott hozni Koi Helionnal és Cyclonnal, viszont Cerkov meg spawning vagy pull first-tel kezdett, úgyhogy itt lesz valami korai agresszió, arra az első expandot fogja megakadályozni vagy késeltetni, amit meglátjuk, hogy Koi mikor fogja kirakni. De Koi az látja az SCV-vel. Így lehet, hogy safety-be fog játszani, valószínűleg otthon tartja majd a Reaper-t, és lehet, hogy felülre fogja rakni a CC-t. Aha, vissza is rakja a falba a barakkot, hogy ne tudjanak bejönni a lingek, és meglátjuk, hogy mire megy tovább, hogy jönni fogja a nagyon korai Factory, vagy pedig le fogja rakni a Command Center-t. Nyitva van a fal, ez az SCV megmenekült, visszazár. Ó, és kinyitotta! Egy SCV-t mindenképp buk. Igen, azt akarta bemenekíteni, de nem sikerült. Jön egy-egy SCV ripérelni, és ki fog jönni, hátra van rallizva az a Reaper. Az gyakorlatilag meg is fogja ezt a támadást. Cerkov elmegy. Vigyázzik erre az egy Reaperre. Ugye gyakorlatilag kergetheti hazáig ezeket a lingeket.
Általánosságban 3:30-kor szokott elkészülni a Link Speed, ugye onnantól kell kezdeni vigyázni a Reaperre, és hozni Helionokat is, de így mivel, hogy Pull First-tel kezdett, ugye késik a tekje Cerkovnak, szóval még be se rakta a Link Speed-et. Hoppá! Kár volt, inkább hagyni kellett volna meghalni ezt az egy Marin. De nagyon szép a Micro, hátrahúzza utolsó HP-vel ezt a Marint Koi, és nagyon szépen blokkolt SCV-vel, de így is két SCV-be került neki ez a mozdulat. Most kezdte el nemrég a Speedlinget fejleszteni Cerkov, úgyhogy még mindig lassú lingek vannak, makrózik ezerrel otthon, harmadik hatcherit még ki sem rakta. Most talán talán előnybe kerülhet abban az esetben Koi, hogyha itt tényleg rámegy az armira. Ha nem, akkor viszont ugye kiegyenlíthet, ki tudja. Mert most amúgy egy Helion push az biztos, hogy sok SCV-be kerülne Cerkovnak. Cerkovnak elég jó a map kontrollja, körülnézeget lingekkel, megy a Scout Overlord. Cerkov mindent lát, látja a tekket, látja a teklabos starportot, amiből valószínűleg ugye Banshee lesz. Igen, Fusion Card ugye nem rakott, akkor ezt már ugye előbb kellett volna. Közben Koi kiexpelt, Cerkov ezzel a Scout Overlord elvesztésével supply blockba került, és még mindig abban is van. Erre ugye mindig zerként figyelni kell, hogy előre be kell rakni. Azt úgy kell venni azt az Overlordot, hogy ezt a zerg elveszíti a scout közben, ha nem, akkor annak csak örülhet. Itt egy Helion az rossz irányba ment. Hazahozza ezért Koi az armiát, hogy megvédje az expet. Cerkov itt el is veszti ezeket a lingeket. Jelenleg limitben egészen egálba megy a mérkőzés. Cerkovnak több a drónja, most rakta ki a harmadik, és el is készült a harmadik. Jön egy Helion haras. Az a Creep Tumor az el szedve mindenképpen. És meglátjuk, hogy tud-e kárt okozni. Picit mindenképpen fogja tudni lassítani azt, hogy a harmadikat is szaturálja Cerkov. De összességében Cerkovnak van elég queenje, van fala. Hogyha nem megy ki nagyon bátran, és nem kerülik meg a Helionok, akkor jó is lehet, de kimegy. Ezt nem is értem Cerkovtól, hogy miért vállalt rizikót, bár kijöttek a lingek, úgyhogy így nem tudott beszaladni azokkal a Helionokkal, Koi. Közben kérdeznek titeket, hogy a hang az jó-e, maga a játékhang, vagy hallatszik-e. Remélem igen. Akkor jó. Megint megpróbál Helionokkal. Ügyesen próbál blokkolni Cerkov. De még így is 9 drónt elveszített. Köszönhetően ugye ennek a két Banshee-nek a main-en. Nagyon jó volt a multitasking, két oldalról próbál támadni. Kicsit lassan reagált el egy Cerkov a spore-ral. Itt nincs is gyakorlatilag overzér. Nem is tudom, hogy van-e. Nincs még jelenleg Cerkovnak overzér. Úgyhogy itt elveszítheti ezeket az egységeket. Közben elkészült Kain el harmadik, készül a dupla Engineering Bay. És mindent látott, szóval látta, hogy kijöttek a rócsok Cerkov részéről. Hello, hello Liquid Józsiát! Igazából nincs ivós játék, én iszok magamtól is, nem kell, hogy történjen valami. Úgyhogy bekészítettem egy sört erre a showmatchre.
Igen, kihozott Cerkov pár defenzív rócsot. Így ezekkel nem készült támadásra. Most hozza a Bailing Nestet. Gyakorlatilag ugye látta ez az overzérrel, amikor scoutolt, hogy ugye ez a Heliumból át fog switchelni Bióra. Teljesen jó a reakció. Közben ugye próbál scoutolni, várja ugye, hogy mikor fogja kirakni Koi a harmadik bázisát. De ugye Koi nem ide a túlsó oldalra, hanem maga elé pakolja ki. Igen, és most meglátta. Gyakorlatilag Koi nagyon szépen csinálta, overszaturálta a bázisait, és gyakorlatilag amikor kireptette ezt a CC-t, már teljesen szaturálva van az a bázis. Szerintem amúgy lehetne rakni a negyedik command centert is. És most megindul egy ilyen két medivekes pushra, gondolom egy ilyen creep takarító céllal. Igen, gyakorlatilag majdhogy nem olyan kicsi sereg volt állt itt vele szemben, hogy majdnem össze is csaphatott volna vele. Nagyon gyors volt a reakció, Cloak a Banshee-kre. Itt el kéne készülni ennek az egy turretnek. Az utánpótlás nem ide volt rallizva a harmadikra, hanem a naturára. Jó a javítás, nem veszít el a turretet. De még így is 17 SCV-t bukott Koi, ami amúgy nem jó. Így ugye megint Worker hátrányba került, de talán mondhatjuk azt, hogy a Mule-okkal együtt már egálban van a két játékos. Ha megnézzük az inkámot, akkor az is az bizonyítja, hogy minimális lemaradásban Koi. Ó, egy kicsit előre mentek Amu-val azok a Banshee-k. Gyakorlatilag mondjuk már olyan nagyon sok jelentőségük nincs. Ez a tank lehet egy kicsit előre jött, van ennél jobb hely is, nem. Elmaradt a split, a marinok gyakorlatilag belehaltak, és Cerkov nagyon szépen felszámolt ezt a támadást. Nem. Azt hittem, hogy ennek vége lesz. GG. Nem sokan múlott. És az volt a baj, hogy közben Cerkov ugye nem figyelt a mutáira, szóval azokat is elvesztette a másik oldalon. Úgyhogy így jött a második meccs. 2-0-ra vezet Koi. Na hát ezt nem gondoltam volna, megmondom őszintén. Beírhatom második meccshez is. Hello, valaki becsatlakozott. Hi. Hello, hello. Koi is jön? Szerintem igen. Na, meg vagyok én is. Na hát sziasztok, hát marha izgalmas voltam, hogy az első két mérkőzés. Mi történt itt az első két meccsen, vagy hogy látjátok? Cerkov első meccsen észrevetted a CC first-öt? Igen. Igen? Igen. Mert arra számítottam, hogy ha észreveszed, akkor lehet, hogy valamilyen agresszióval bepróbálkozol. Hát nem így tettem, amúgy igazából a korai push lepett meg. Ja igen, ugye az első meccsen talán egy kicsit késői volt a Bailing Speed, vagy a Bailing átalakítás. Hát, ja, meg nem is voltam otthon, bár kiolvasható volt igazából, hogy ez fog jönni, de nem tudom, ignoráltam kicsit. Ja. Na, ahogy nagyon kevésen múlott szerintem így az első meccs, hogy láttam. Szóval ott is, hogyha ha előbb megindulsz, ugye, amikor jött Koi, megindultál a harmadik bázisára. Hogyha ott nem torpansz meg, és azt leszeded, akkor igazából egálba kerülsz annak ellenére, hogy ez a drop az bejön valamennyire, vagy nem, mert azért bejött, mert elég sok drónt buktál, valamint egy hatcherit is, meg egy spawning pult. Igen. De gyakorlatilag akkor te is tudtál volna kárt okozni, és mondhatjuk azt, hogy még folytatódhatott volna a mérkőzés. Ott nagyon-nagyon kicsim múlott. Ott én is úgy voltam először, hogy óha,
Most Koi bajba kerül, hogyha ezeket itt a főarmiát külön osztja, ugye dropra, a maradékot ott hagyta, azt ugye le is szedted. Te közben indultál a harmadik bázisára. Nagyon kevésen múlott szerintem, hogyha egy kicsit máshogy döntesz, lehet az a meccs máshogy is alakul. De amúgy nagyon szép volt mind a kettőtöktől. Hát nem hoztam túl jó döntéseket szerintem. Ja, igazából egálba voltatok makróba, armiba a legtöbb esetben, ilyen minimális dolgokon bukott el. Volt pár támadás, ahol egy ilyen nagyon kevés taktussal lemaradtál, hogy talán sokáig dronzt és későn kezdted el hozni az armit, vagy későn kezdted el hozni a bént. De amúgy elég jó volt szerintem ez a két meccs. Az első az nagyon bírja sikerült. Ja. Hát kíváncsi voltam, hogy ebből mi lesz. Biztos. Nem dőlünk hátra, az biztos meccsek közben. Nem, tényleg tök jó. Úgyhogy Czerkov, most te is húzzál bele. Én azt hittem, hogy hozni. Na ez az, amit nem szerettem volna, hogy mindenki mondja, hogy na most Czerkov 4500-an van, és akkor... Igen, hogy de nehogy ez rémisszem meg, hogy most ezért túl izgult, hogy bizonyítanod kell ezt a 4500 MM-et. Ja, hát én tehát játsza, hogy gondolod, aztán remélem még izgit játszotok, és nem lesz egy oldalú. Amúgy eddig se volt, tényleg minimális dolgokon múlott, úgyhogy... Ja. Nagyon jó. Úgyhogy GLHF, jön a Blackburn map. Okay. Králom is. Mutoljátok magatokat, és akkor mehet is a harmadik mérkőzés. Ja, ez problémás lehet ilyenkor, hogy aki úgymond statisztikai alapon, vagyis MMR szerint a favored játékos, hogy nehogy túlizgulja azt, hogy most neki mindenképpen nyernie kell. Attól függetlenül mind a kettő játékos, egy top diamond játékos, abszolút bármi lehet ennek a bóhétnek a kimenetele, bárkinek van esélye nyerni, úgyhogy igazából nem kell egyiküknek se szégyelni a magát, hogyha nem jön össze. És megyünk is az új mapon, ez egy elég fura map. Nagy a szeretet, látszik, ez barátságos mérkőzés. Most a jobb alsó sarokban kék színben Czerkov játszik, és a bal alsó sarokban zöld színben Koi. Ó, erre nagyon kíváncsiak erre a mapra. Nem tudom, hogy itt a játékosok mennyire készültek fel Ladderen, vagy esetleg előtte erre a mapra. Szóval ez tipikus olyan map, ami nem standard, egy kicsit olyan, mint a Golden Wall az előbb, vagy a előzőekben, ugye az a régebbi Ladder map, hogy vannak olyan buildek, meg vannak olyan stratégiák, amik itt bejöhetnek, és másik mapon nem. Kíváncsi vagyok, hogy hoznak-e esetleg valamilyen extrább stratégiát erre a mapra, vagy pedig hozzák a standardet. Azt tudom, mert egyik nap gyakoroltam Czerkovval, hogy ő nem igazán szereti ezt a mapot. Szóval úgy tartja, hogy ez inkább Terran map. Szóval a Ladder alapján nincsenek vele jó tapasztalatai. És úgy érzi, hogy ez inkább a Terrannak kedvez. Nem tudom, megmondom őszintén, még nem laddereztem ebbe a szezonban olyan sokat. Meg tényleg őszinte leszek, az új mapokon legtöbbször inkább kikapok, mint nyerek. Szóval még nincs benne olyan nagy gyakorlatom, úgyhogy nem tudom. De már én is gondolkodtam, hogy mivel lehetne ezen a mapon úgymond figurázni, hogy kihasználni az előnyeit. De már vannak ötleteim. De nem árulok el semmit, mert HST-n még jól jöhet. Mind a két játékos közben hozza a standardet. Jön a Reaper, expand, utána feltételezem jönni fognak a Helionok. Nyomát nem látom annak, hogy most Koi hozna a meket, pedig ő szereti, szóval szokta hozni. Czerkov meghozza
sima standard buildet. Ugye itt is ennek a mapnak egy sajátosság, itt eléggé itt hátul van ez a Reaper feljáró. Hoppá, és az utolsó pillanatban jó volt a Micro. Cerkov denyolta az, hogy megölje a Koias az egy drónt. Igazából a Reapernek nem is feladata szerintem az, hogy öljön itt az elején. Gyakorlatilag annyi a feladata, hogy scoutoljon. Hogyha esetleg meg tudja késleltetni a harmadik bázist, amit most pont nem fog tudni, mert elkerüli. Ugye mindenki ide számít a harmadik hatcherire, de Cerkov okos módon lerakta a másik oldalra, Jovellorddal látta a Reaper pozícióját. Szóval visszatérve a Reaper örül, hogyha mondjuk esetleg egy kicsit tudja késleltetni a harmadik bázist. Nagyon-nagyon jó, hogyha esetleg le tudja szedni a Cryptumort. Itt ugye egy kicsit nehézkesebb, mivel a Natural is High Groundon van, szóval egy rámpával lehet felmenni. Itt mindig nehezebb dolga van a Reapernek az elején, nehezebb vele micrózni, ugye nincsen High Ground Visionje. És hogyha még esetleg drónt is elhoz, vagy lingeket, pro meccsen legtöbb esetben ez az első Reaper ellen még linget sem szoktak veszíteni. Jön egy viking, megpróbálja leszedni az overlordokat, ami ugye be is van állítva Cerkovnak, ugye a szokásos 2, egy a Necherelen, egy a main base-en vár, hogy be tudjon scoutolni, egy pedig a pálya közepén. Mondjuk itt érdekes módon jön még ki két overlord, de szerintem amint meglátja Cerkov a vikingeket, ezokat vissza fogja húzni. Megy ugye Helion Reaper szokásos kezdés, ugye általában 6 Helionek szokott elmenni a Terran, ez is gyakorlatilag arra van, hogy egy kicsit megnehezítse a harmadik bázis szaturálását, valamint visszatartsa a creepet vagy lassítsa. Közben készül, mindjárt elkészül a Fusion Core, szóval azt jelenti, hogy Battle Cruiser fog jönni, teljes a fal, jönnek a lingek, bár ez a szupli az elég low HP-s, így hogy még nem készült el, ugye nem is lehet javítani, és Koi nem hozza haza az armiát, hanem bízik abba, hogy felépül, de szerintem itt be fognak törni, és nem hozza haza még mindig, egy kicsit elaludt, és elkészült, most már lehetne javítani, csak nem tudom, hogy elég lesz-e. Több SCV-t kell húzni, mert be fog törni. Cerkov. De valószínűleg nem fog tudni sokat elhozni. Igen, úgy is dönt, hogy inkább kimegy. Koi minden esélyt megadott arra, hogy ebből legyen valami. Cerkov úgy döntött, hogy inkább visszahozza a lingeket. Jön egy Roach Ravager push, és ahhoz jó lesz, ugye magához a támadáshoz. Koi addig elég nagy hátrányban van és bajban ezen a push ellen, amíg ki nem jön az a Battle Cruiser. Ha kijön, akkor gyakorlatilag megmenekült, de így is jelentős mennyiség SCV-t fog elveszíteni, mert ez az egyszem Battle Cruiser az nagyon lassan fogja felszámolni ezt a sereget. Ugye eddig 16 SCV-t bukott, ami mondhatjuk, hogy még annyira nem rossz, mert 23-29 a worker arány, hiszen ugye Cerkov úgymond egy ilyen all-ira ment, ilyen nagyobb timing pushra, szóval megakadt a makrózásba. És itt Cerkovnak már haza kéne húzni az armiát, nem érdemes ezért a gázért egyetlen egy rócsot sem adni. És itt beengedi Koi, de hát gyakorlatilag már nagyon low HP-sek ezek a unitok. Jelenleg 11 worker lemaradásban van Koi, viszont van egy Battle Cruiser, amivel akár el is indulhat harassolni. A main base-en már 2 Spore és 5 Queen várja, mindegyik bázison vannak Queen-ek, egyiken 2, másikon 1 van Spore. Gyakorlatilag Koi-nak most nem szabadna elugrani. Én a helyében átmennék simán, és hogyha már nagyon low HP, és akkor jönnék haza. Közben a viking teszi a dolgát, 6 killses ez a viking, ugye a védekezésből besegített, mert leszállt vele, de ugye már szerintem ez a harmadik overlord, amit leszed, bár mondjuk már 5 overlordot veszített Cerkov.
És ez a Ling Rambai, ez eléggé bejöhet, nagyon-nagyon kevés unit van itt a Koinak, hogyha időben jön egy Zerkov és körbevenni ezeket a unitokat, akkor talán menne is valamire. Jók a transfuse-ok, úgy dönt, hogy inkább hazajön, közben bejöttek a lingek, otthon védekezik Koi, és így már meg fogja fogni ezt a Ling Rambait. Igazából eléggé úgy tűnik, hogy ilyen adok-kapok ez a mérkőzés. Jól reagálta le Koi. Jól tette, hogy visszajött, ott nem tudta volna legyőzni azokat a queeneket. És jön a Bio Army. Több Battlecruiser-t nem fog hozni. Koi átállt ugye MMM-re plusz tankra. És ezt Zerkov is érzi vagy látja, nem tudom pontosan. Közben jött egy viking harassolni, és le is tudott szedni kettő darab drónt. És jönni fog egy drop. És ez a queen legyőzte azt a queent. A dupla drop meg fog indulni a mainre. Közben ugye megpróbálja elterelni Zerkov figyelmét Koi ezzel a két Battlecruiserrel a másik oldalon. Ugye így át kell majd csoportosítani a queeneket oda, ahol a Battlecruiser támad. Nem is értem most miért húzta vissza a BC-ket. Nagyon jó lett volna figyelem elterelésnek, amikor ledroppol. Nem jó a creep, szóval nem lát ide a sarokba, gyakorlatilag ki tudta dobálni Koi az armiát még mielőtt észrevette volna Zerkov. Elég lassan az armi, ugye queenek vannak és rócsok. És hozni kell az összes queent és a rócsokat. Elveszítette Zerkov közben a spawning pult. Cserébe egy medüveket bukott. Itt még elhozott 8 drónt. És gyakorlatilag két Battlecruiser itt vár készenlétbe, hogy támadjon. Droppot lerakta, nagyon szépen átpakolja. Zerkovnak meg kell osztani a seregeit. Gyakorlatilag azt se tudja most jelenleg, hogy hova menjen. Mindenhol még veszi Overlordot, drónt. A queenek ezt már megfogják. Koi elbukott egy Battlecruisert, a másikat már meg fogja menteni. És már csak 3 egységet tudott megmenekíteni ezzel a droppal. Mindegy, annyira jó, hogy idegesítő. Egy Zerkov... oda kell figyelnie mindegyik támadásra, ezáltal ugye szét tudja, meg tudja osztani a Zerkov seregét és figyelmét. De azt mondom, hogy teljesen jól áll Zerkov, elég nagy armia van. Kijönnek közben a mutaliszkek, elég nagy számban, 12 mutaliszk, 18 mutaliszk fog érkezni, van egy elég nagy rócs armia. És most drónszámban van egy kicsit lemaradva. És valószínűleg itt megpróbálja akadályozni ezt a harmadik bázisát Koinak, ami elég későre is sikerült, ugye elég agresszívan játszott. És későre rakta ki ezt a harmadikat, és még az sincsen szaturálva. Mert ugye abszolút nincs lemaradva. Hiszen nagyon-nagyon sok drón tudott elhozni. Így gyakorlatilag amondó vagyok, hogy Zerkovnak egy kicsit agresszívabban kellene játszania. Mert draw hátrányban van, worker hátrányban van, és kihozott elég sok armit. Hello Tordop, ahogy látod, 2-0-ra vezet Koi, Bo 7-es a mérkőzés. Amúgy az imént állítottam át, úgyhogy nemrég jutott eszembe. Jó, most Zerkov próbál visszatámadni. Nagyon-nagyon sok turrettel operál Koi, úgyhogy nem igazán fog tudni harassolni. Esetleg ilyen a productionbe le tudja szedni az addonokat, amivel egy picit idegesíteni tudja Koit. És itt a limit az eléggé elment. Hatalmas armia van Zerkovnak Koihoz képest, 5400. És nem voltak leszígyelve a tankok, a fél armit ugye elhúzta azzal, hogy a mutákkal harassolta a main base-t.
És itt ez be fogja ütni ezt a harmadik bázist. Nagyon-nagyon szépen Cerkov megosztotta a Koi-nak a seregét. És nem figyel a bájlokra, nagyon későn húzza el Cerkov, és jött is a GG. Igen, nem sokat teketóriázott Cerkov, tudta, kihozta az armit, le volt maradva makróba, meg kell indulnia, nagyon szépen széthúzta a seregét ezzel a kettős támadással Koi-nak, és be is ütötte. Nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy GG. Úgyhogy mégsem olyan egyszerű vagy egyértelmű ez a mérkőzés. 2-1 az állás, és a harmadik mapot, azaz a Blackburnt elhozta Cerkov. Úgyhogy gratulálunk. Két perc szünetet kérnek a játékosok. Koi-nak el kell szívni egy cigit, mert... Koi nem szeret veszíteni, úgyhogy most muszáj egy cigi neki szerintem. Nehogy... hogy le tudjon nyugodni. Amúgy nagyon szépen játszott mind a két játékos. A meccs korai szakaszában én teljesen úgy gondoltam, hogy Koi áll nyerésre. Nagyon jó volt ez a sok támadás. Viszont... Cerkov jól lereagálta a végén, és nagyon szép mozdulatta, stratégiával meggyőzte. Igen, Jagger, hát Winter itt van köztünk, a Invisible Man, csak annyi, hogy Winter is coming, 8-ra fog ideérni, azt ígérte, úgyhogy ő lesz a caster társam, addig csak itt így a képével állítottunk neki emléket. Úgymond. Én is elugrok egy pillanatra mosdóba. Mindjárt jövök, és akkor folytatjuk is a negyedik mérkőzéssel. Na, vissza is tértem. Úgyhogy remélem lassan a játékosok is visszatérnek. Mert nem bárom, hogy nem rohanunk annyira előre, így legalább Winter is meg tud érkezni. Még kell egy perc. És akkor térjünk át a következő mapa. Csaganata lesz. Addig lekreálom a mapot. Koi azt írja amúgy közben, hogy csak Winter miatt veszítette el ezt a meccset, hogy ő is tudjon kasztolni. Úgyhogy rendkívül figyelmes. Azt írja Cerkov, hogy bőven lesz még mit kasztolnia. Úgyhogy... Blar az elrenget következtetni, hogy nem adja fel olyan könnyedén Cerkov. Oké. Koi részéről mehet.
Aztán a következő meccs után egy kicsit behívom őket, hogy beszéljenek már, hogy mi történt. Vagy hogy élték meg ezeket a meccseket a saját szemszögükből, mint játékos. Oké, és akkor megy is a következő meccs. Meg egy Shield Battery-nek is Freeman, még az lehetne a Void mögött támogatásként. Bó 7, 2, 1 az állás, és folytatjuk is a negyedik mapon, ami a Jagannatha bal alsó sarokban, kék színben Zerkov játszik. És jobb felső sarokban, zöld színben, Koi. Hoppá, hoppá, elindul a két SCV, valószínűleg proxy raxot fogunk látni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Zerkovnak hogy fognak menni az overlordjai. Kimegy sarokba, nagyon szépen lefedi ezt a részt is. A másik overlord az egyenesen átmegy a túloldalra, gyakorlatilag úgy scoutol, ahogy csak kell. És pont... Nézzük csak. Pont keresztül fog menni ezeken a proxy raxokon, úgyhogy Zerkov időben észre fogja venni. Mármint mihez képest az Overlord, mire odaér, meg fogja látni. És készül a három rax, valószínűleg ez a harmadik SCV le fog rakni még egy raxot. Ugye Koi részéről nem jön a gáz, úgyhogy ez biztos, hogy proxy rax lesz. Valamint ugye a proxy reaper-t gázzal és két raxzal szokták csinálni. És ez nagyon úgy néz ki, hogy ez egy all-in build lesz, hiszen van az a két raxos megoldás, amiből még lehet makrózni, meg expelni. De ez a három rax, négy rax, ez már nagyon csak olyan, hogy all-in. Elkészült az SCV, meglátjuk, hogy lesz a negyedik rax. Lehet, hogy csak hárommal fogja megoldani. Nem, inkább úgy döntött, hogy Orbital Commandot vesz. És most látja meg, meglátta az Overlord, és meglátta Koi is az Overlordot. Ugye alapvetően nagyobb vízsönje van az Overlordnak, mint a buildingeknek, de itt voltak a unitok, úgyhogy nem is nincs idő tétovázni, meg kell indulnia. Lehozza Zerkov a drónokat, a defenzív drónokat, készül közben egy Spire, jönnek a lingek, készül a két Queen. Lehet, hogy amúgy érdemesebb lett volna Zerkov részéről több drónt hozni, viszont ilyenkor meg kell húzni off-creepen, nem érdemes így támadni, elég csak kiszedni az, hogy a bunkert kell denyolni, és gyakorlatilag amint creepre érkezik a marin, akkor kell támadni. Nagyon-nagyon nagy hátrány ilyenkor, hogy elveszített egy overlordot, szerencsére amúgy van elég limitje Zerkovnak. Az is eléggé bajos, hogy elkészült ez a bunker, és nem tudta megakadályozni. Elég kicsi már most a drón száma, már most sokat bukott Zerkov. Nem tudom, hogy igazából képes lesz ezt megfogni. El fogja veszíteni ezt a Spire-t, nagyon jól tette Koi, hogy kijön, jó a Transfuse, és pont túlélte a Spire egy élettel, közben ellentámadást indított 5 Lingel, és úgy néz ki, hogy ez Zerkov megfogta ezt a támadást, ebből már nem lesz nagyvalószínűleg semmi, Koi nem figyel, be fogja ütni a Supplit, itt tovább nem fog tudni menni. És pull the boys van, SCV-kkel kell védekezni, a raxokat is elkezdte támadni Zerkov. Megindul az army ellentámadása, haza kell reptetni a raxokat, addig ugye nem lesz production, és ez nagyon-nagyon probléma, mivel Koi elbízta magát, és ugye CC-t vett,
gyakorlatilag így nincs egyetlen egy gyártóépülete sem, amiből armit tudna hozni. Ez a szuplő, mivel elesett, ezért nem tudja javítani. Valószínűleg itt be fogja ütni Cerkov. És ezt a állást is fel kellett adni a Koinak. Jött is a GG. Úgyhogy kiegyenlített Cerkov. Nagyon szépen reagálta le ezt a támadást. És 2-2. Na, ezt már szeretem. Egy kicsit féltem az elején, hogy 2-0-al indítottunk, és mondom, nem hiszem el, hogy ez ilyen egyoldalú meccs lesz. Hát úgy néz ki, hogy nem. Cerkov megtátosodott, bemelegedett, úgyhogy... És most behívom a srácokat. Na, én itt vagyok. Ja, igen, én is Freeman amúgy abszolút így éreztem, hogy ez így beütött, de valahogy mégse. Na srácok, hát mi volt ez? Amúgy nagyon örülök, hogy 2-2 van, legalább izgalmasak a meccsek. Cerkov úgy néz ki, bemelegedett, úgyhogy visszavágott. Mi a véleményetek itt az utolsó meccsről? Hogy bepróbált egy jó lint, Koi? Hát... Úgy voltál vele, hogy három makrómeccs után nem számít rá? Hát nem is azt, hogy három makrómeccs után, hanem bepróbáltam egy ilyet, aztán... Amúgy Cerkovnak nagyon jó volt a Overlord-dal, amerre ment. Ugye lehetett látni már az elején, hogy gyakorlatilag ott a proxy location-on keresztül fog átmenni. De attól függetlenül megmondom őszintén, hogy ki is kaphattál volna Cerkovit, mert nagyon sok drónt vesztette az elején feleslegesen, és elég lett volna amúgy csak a bunker denyolni, aztán visszahúzódni. Az elején úgy tűnt, hogy Koinak össze fog jönni ez a támadás, 10 drónt vesztettél már korai szakaszba, le voltál maradva drónszámba, úgyhogy nem volt perfekt ennek a rásnak a fogása, viszont Koi ott hibázott, hogy lerakta a CC-t. Szerintem. Hát, CC-vel volt a baj, hanem az, hogy késő jött a két gáz, és nem tudtam faktorit rakni időben. Hát igen, meg ugye CC-t rakta így gyakorlatilag, nem volt egy gyártóépületet se. Cerkov nagyon jó döntés hozott, amikor ellentámadásba lendült. Ott ugye késő reagáltad rá, nem ripérelted a szuplit, így be tudtak jönni, igen. Már azt vissza se tudtad rakni. Gyártóépületek a levegőbe voltak. Azt mondom, hogy Cerkov nagyon jól scoutolt, minden esélye megvolt, hogy megfogja a támadást, de utána hibázott egy kicsit, viszont utána meg te adtad át megint csak a wint azzal, hogy késői volt a gáz, CC jött. A CC a falba, hogyha ki tudom riperelni a szuplikat. Ja, igen, igen. Mondjuk akkor az még nem vezetett volna egyértelműen a meccs végéhez, és akkor a worker előnyödet ki tudtad volna használni talán hosszú távon. Mondjuk ezzel így ezzel a támadásra semmiképpen nem tudtad volna befejezni szerintem itt már a végén. Ja. Hát onnantól, hogy lekerült a spine, ugye próbáltam kifókuszálni, de ugye jó volt, éppen az utolsó pillanatban jött rá a heal is szerintem, mert körülbelül még két darab marine DPS is meghalt a spine. Aha. Ha a spine-t le tudtam volna szedni, hát akkor... ott nagyon kevés HP-je maradt. Igen, tehát ott nagyon az utolsó pillanatban healelt a Cerkov, tehát nagyon szépen kivárta a heal-t. Uh-huh. Hát ez ilyen. Nem lehet mindig standardot játszani. Hát mert ja. Tutyi kiismeri és... De jó, ez meg bóhétbe kell is változtatni a stratégiákat. Ja, úgyhogy szép volt. Cerkov, mi a véleményed? Hát igazából ezeket a fajtalásokat jól szoktam fogni, ennél sokkal jobban. Ez egy drone pool és kicsit furán jött ki. És még azt is szoktam csinálni, hogyha időben én is veszem, hogy bunkálásom, hogy hagyom a picsába, hogy leüssék a naturált, teszek egy hatcherit a minre, és onnantól pedig egy ilyen speedlinges, damage-ös hunter. Uh-huh.
Szerkov beszél, azt mondják, hogy halk vagy nem hallani, felhangosítom Discordon a hangodat. Elnézést, sorry. Ja, már lehet, hogy most már jó. Most már jó, most már lehet, hogy hangos is vagy. Cseten várom a visszajelzést, hogy most jó-e hallani-e mindenkit. Na, igen, amúgy hát érdekes volt, fordulatos volt ez is. Igazából, ja, hát adtatok egymásnak esélyt mind a ketten ezen az utolsó meccsen, hogy a másik megnyerje. Viszont az előző meccs az még izgibb volt. Szóval végig azt hittem, hogy Koi ezt be fogja húzni. Nagyon szép volt a multitámadás. Kaptál droppot, kaptál bacekruzert minden irányból. Próbáltad amúgy visszaadni is, voltak ugye lingrambályok, és egyszer csak megfordítottad, szóval te kihoztad az armit, Cerkov, és az, amit csináltál, hogy a mutákkal szétosztottad Koinak a seregét, ráadásul a fele, ami lemaradt a harmadiknál, nem volt leszígyelve a tank, és akkor betámadtál a nagy armiddal, pedig ott amúgy makro hátrányba és worker hátrányba voltál, ez nagyon-nagyon szép volt amúgy. Jó megoldás volt. Hát köszönöm, kb. Ezt a megoldást láttam csak. Igen, lehet, hogy ha elkezdesz makrozni, akkor már hátrányba maradsz a végéig. Igen. Hát Koi, mit gondolsz amúgy? Nagyon nagy bankom is volt, mert folyton szupli blokkba kerültem, így adtam oda az overlordokat csak úgy, meg ilyenek, és ezért csak queenre, meg spore-ra költöttem a nagyját. Hát igen, amúgy nagyon szép volt Koét, a multitasking is össze-vissza dobált a medivakot, ami nem is mindig okozott nagy sérülést, de ugye megosztotta a figyelmedet, de közben még a queenekkel védekezni kellett a bacekruzerek ellen is, úgyhogy ez itt tök jó volt, és gyakorlatilag azzal nyerted meg, hogy ezt visszaadtad. Hogy úgy. Ja, hát nem próbáltam meg visszamakrózni, főleg, hogy ugye már kiexpelt a hozzám közelebb eső harmadikra, plusz még nekem is volt ott egy harmadikom, tehát az a rush distance tankokkal az egy rémálom lett volna egy makron game-be. Pedig ugye a gyakorlásnál elmondtad, hogy az a map az nem, azt szerinted terrain favored és nem szereted ladderen. Ennek ellenére pont az volt az első nyert meccsed. Hát, van ez így. Ja. Attól még nem szeretem. Amikor már megláttam, hogy lent becsúszott a Reaper, már akkor a zsibbadást kaptam. Amúgy ezek én olyan meccsek, amilyenekre számítottam, szóval azon a harmadik meccs is Koi kurva jól nyomta az elejét, utána te nagyon szépen visszavágtál, hogy van tényleg adok-kapok, nem unalmas meccseket toltak, ez tény. Hát Koi se olyan típus, hogy akkor kivár 5 bézig meg hasonló. Ja. Meg én se. Aztán most lehet, az lesz kicsit. Aztán kíváncsi lennék amúgy egy ilyen extrém makró meccsre is, hogy ott mit hoztok. Tier 3-as unitot nem is láttam még. Ultra, Lurker, Viper, de hol vannak? A Blackburn-ön volt BC-d. Hát igen. Jó, de az a Terran-nál az úgy Tier 3, hogy... A Tier 3-as unit? Hát az, ja, de gyakorlatilag early harassment unitként is funkcionál, úgyhogy nem teljesen olyan, mint a... Hát, mint egy Broodlord. Hát jó, azért persze, nem két base Broodlordra megyünk. Jaj. Winterről valami hír? Írtam neki, nem válaszolt. Figyelj, majd megjön, hogyha megjön, nem tudom. Általában Talon szokta nézni amúgy a Discordot. Most egyelőre nem ért, 8 órára ígérte. Hát majd valamikor beesik. Szerintem menjünk tovább, ne is várakoztassuk jó. Meg a nézőket. Menjünk a negyedik mapra, ami a Lightshade. Úgyhogy good luck, have fun, így tovább. Köszönöm. Oké. Játékosok lemutolták magukat, úgyhogy... Úgyhogy mindjárt indulunk, megy a ready check. És mehet is a következő map. Ami az 5. map a mai napon. Örültem azért, hogy nem 4 meccses nap volt, mondjuk nem is számítottam rá. Mert tényleg két nagyon hasonló játékosról van szó. És akkor 2-2-vel folytatjuk az 5. meccsel a Lightshade-en. A
a jobb alsó sarokban kék színben Cerkov, a bal felső sarokban pedig piros színben Koi. Amúgy még annyival borzolnám a kedélyeket, bár én szerintem most nem vagyok olyan jó formában, mint ez a két játékos. Főleg úgy, hogy én itt elsörözgetek, meg nem is vagyok bemelegedve, de azt mondtam a játékosoknak, hogy bármelyik is nyer, egy utolsó meccs az az lesz, hogy én kihívom a győztest. Hát erre azért minerálba amúgy nem fogadnék magamra senki helyébe, de remélem még azért kerül rá sor, lesz rá idő, és akkor ha Winter is megérkezik, akkor le is tudnak kasztolni minket. Úgyhogy remélem összejön. Megint ugye gázzal kezdett Koi, utána jön a Rax, Cerkov hozza a standard buildet, mennek át az overlordok a mapon, és most milyen érdekes, hogy nem úgy mennek át a mapon, mint az előbb. Szóval most nem a proxy helyett nem keresik az overlordok, és milyen szerencsés most Cerkov, hogy nincs is proxy. Oké, Kölye átjött egy nagyon korai SCV-vel, szerintem ez túl korai, de látta, hogy hatch first van Cerkovnál, és gyakorlatilag hozza a standardet, kész lesz nagyon korán, vagy meg lesz a 100 minerál, nagyon korán, úgyhogy tudja majd hozni viszonylag a korán a CC után a Factory-t. És milyen kis cheesy Koi hoz egy bunkert a Reapernek, ide az korai harasra. Gyakorlatilag ezt nem szokták hozni, vagy szokták hozni Protoss ellen. Marutól nagyon sokszor láttam már ilyet. Ott úgymond van is értelme, mert nagyon meg tudja késeltetni azt, hogy felszaturálja a naturált a Protoss. Zerg ellen nem igazán szoktam ilyet látni, de meglátjuk, hogy mennyire jön ki ebből jól Koi. Bithun közben nem lehet már fogadni, ez gyakorlatilag a Bow 7 megkezdés előtt lehetett fél órán keresztül fogadni minerálba, csak azért, mert ugye túl könnyű lenne már a végén. Ott, aki az elején fogadott, hogy kinyeri a Bow 7-et, azt tudott fogadni, a többiek már nem. El fog készülni a Spine, ki fog jönni a Queen, ezzel fog itthon védekezni Cerkov, közben nem figyel a drónokra, és egy ellentámadásba kezd ezekkel a lingekkel, ami jó is lehet, ha ügyes, meg tudja ölni ezt a Marint. Próbál nagyon-nagyon szépen micrózni Koi, szerintem a legtöbbet kihozta ebből, amit ki lehetett. Közben próbál támadni. Itt ez gyakorlatilag egy picit zavaró, mert ugye leszedi a drónokat, de itt ki kéne snipe-olni azt az egyszem SCV-t, Cerkov fejébe a Queen-nel leszedném, de egy Reaper nem tud olyan nagy sebzést okozni, hogy ne merjen oda menni az a Queen. Igen, most jött rá erre Cerkov, kiszedi az SCV-t, onnantól gyakorlatilag a Spine megoldja. Közben Cerkov kirakta a harmadikat is. Úgyhogy szerintem megy tovább majd a makró meccs. Annyi, hogy igaz, nem minerálba. De indítok egy szavazást. Mégis kíváncsi ennék a nézőknek a véleményére. Itt ugye úgymond tét nélkül, minerál nélkül lehet fogadni egyessel és kettessel a játékosokra. Itt nem igazán erre a meccsre ennék kíváncsi, hanem a Bow 7-nek a végeredményére. Közben jön egy Overlord, scoutolt Cerkov, jön a plusz két barak és jön a reaktoros Starport, úgyhogy biót fogunk látni ismételten. A játékosok egálban vannak, viszonylag drón számban, army számban és limitben is, úgyhogy innentől kezdve itt a korai pici agresszió ellenére szerintem egy makró meccset fogunk látni. Vikingus kiszedi ezt az overlordot, megölt egy a második overlordot, még egy van a map közepén.
Közben Cerkov próbálja tartani a map kontrollt, figyelgeti, várja, hogy mikor lesz harmadik béz. Ilyenkor egy kicsit még ilyen kevés lingel kockázatos nagyon kimenni. Ugye Helionok vannak Reaperrel, amik meg is fognak jönni ide a harmadik bázisra. Azt a két drónt szerintem el is fogják vinni. Pont Cerkov felindul a másik irányba, úgyhogy lassan fog ideérni. A két bázis között a creep az még nem összefüggő, de Cerkov szépen creeper rajta van az ügyön. Lingekkel időközben hazajött. Pedig itt mondjuk, hogyha befut azzal, biztos, hogy egy kárt tudott volna okozni. Itt jönnek megint a Helionok harasolni. Talán itt van két queen meg egy spine, olyan nagyon nagy kárt nem fog tudni tenni. És nem volt nyitva a kapu, úgyhogy Cerkov nem tud bemenni. Össze fognak találkozni a map közepén a Helionok a lingekkel. Igen, gyors volt a reakció ideje, keveset bukott Cerkov. És Koi hozza a 6 rak, 5 raxot tankkal, medivekkel, standard MMM plusz bio, vagy plusz tank. De vajon elég lesz ez a army addigra, amire megérkezik Cerkov ezzel a nagyon sok Ravagerrel? Most látta meg Koi gyakorlatilag a Helionokkal, hogy nagyon nagy bajba van. Az army supply az elég jelentősen Cerkovnak kedvez. Hiába van fal, Ravager ellen ugye mit sem ér, ki fogja tudni szedni Bile-lal. Jelenleg csak bio army van, a tank sem készül. És ismét elvesztettem úgy egy overlordot. Cerkov, szóval elkerült supply blokkba. De Koi is abba fog, hogyha ezt a supplit elveszti. Nagyon nagy bajban van Koi. Gyakorlatilag ezt nem igazán lehet megfogni. Úgy eddig ügyesen microzik, hozza az SCV-ket, és megfogja. Megfogja, 7 SCV árán megfogta Koi ezt a támadást. És közben még bement két Helionnal is. Elvitt 3 drónt. Nem gondoltam volna. Itthon marad a defensív tank, itthon maradnak az utánpótlás, és elindul egy dupla medivac dropra, amire szerintem Cerkov abszolút nem számít. Baneling nest az elkészült már, de Baneling konkrétan nincs egy sem. És rócsokat hoz és lingeket. Nem tudom mire készül. Gyakorlatilag itt nincsenek drónok a mainen. Haha, igen Freeman, amúgy tényleg azt hittem, hogy ezt nem fogja meg. Amúgy ezt, hogyha jobban csinálja Cerkov, és nem megy ennyire közel, és jobban bájlozik, akkor ezt nem foghatta volna meg amúgy Koi, szerintem. Szerintem ha adnánk egy ilyen rewindot, és újra lejátszhatná Cerkov, akkor nem fogná meg Koi. Igen, igen, hát nagyon kellenének azok a bailingek amúgy itt ez ellen a bio ellen. Ó, hoppá, hoppá, oké, fel tudta szedni. És most kirakja Koi a harmadikat. Elég nagy előnyben van, 8 worker előnyben van, army supply-ban minimális, de számottevő előnyben van, hiszen nincsen Koinak vagy Cerkovnak bailingje. Úgyhogy jelentősen ez az erősebb Koinek az armia. Itt most kérdéses, hogy vissza fog tudni a Cerkov jönni. Valószínűleg ekonomikárt nem fog tudni okozni most Koinak, otthon kell makrózni és védekeznie. De el fog indulni Koi, és ezt nem tudom, hogy Cerkov képes lesz-e megfogni. Koinek szüksége lesz, hogy hibázzon, vagy
szükség lesz arra, hogy hibázzon ahhoz, hogy Cerkov ezt megfogja. Ez Cerkov valamiért nagyon-nagyon dropra számít. Itt van a mainen. Lemaradtam arra a momentumról, hogy mi az, ami miatt úgy gondolja, hogy drop lesz. Cerkov már 8 raxra föl fog menni. Nincsenek még leszígyelve a tankok, de viszont nincsen kiterjedt creep, és kevés lesz, kevés ez a bailing. Hiába csattant be. Ezt megnyerte Koye. Úgyhogy akkor 3-2. Koye-nak. És fel is jegyzem, hogy a light shade-et Koye nyerte. Oké. Okay. Winter az még szerintem mindig nem jött meg. Hello, hello. De, itt van. Megjött, pont most jött meg. Hello. Üdvözlünk, már mindenki téged várt. Na, szuper. Úgyhogy, de komolyan mondom. Annyi a helyzet, annyi az állás, hogy 3-2-re vezet Koye. Itt látott közben a streamen, hogy melyik mapokat kihozta. 2-0-ra indított, Cerkov 2-t hozott, utána Koye ezt arra fogta, hogy csak azért kapott ki, hogy téged megvárjunk, hogy ne egy lemaradj. Ó, de rendes. Igen. Elfelejtett játszani közben. Igen, hát ő figyelt rád is. Úgyhogy nagyon rendes volt. Úgyhogy most megyünk a 6. mapra, ami az Oxide lesz. Ingame vagy, aha, akkor beinvellek. Most jöttem fel. Szuper. Na és milyenek voltak a meccsek? Így. Teljesen jók, amúgy adok-kapok volt. Megmondom őszintén, mechanikailag, makróra, buildre tök jó volt mind a két játékos. Igazából rossz döntéseket hoztak egy adott pillanatba. Volt, hogy egy meccsen mind a ketten, és akkor így áttolódott egyik vagy másik oldalra az esély. Azt írják, egy kicsit halk vagy, felhangosítak Discordba meg, hogyha valamit el tudsz követni, akkor... Oké, én is feljebb húzom magam Discordon. Most jó. Meglátjuk. Légy szírjatok cseten, hogy jó-e. Hello, mikrofon próba. Pazar, hát akkor ez nagyon jó. Oké, akkor megy a ready check, és akkor bele is vághatunk az 5. Amúgy tényleg ezek olyan meccsek, amelyenekre számítottam is, hogy mind a kettő játékos nagyon esélyes. Ügyes játékos. Cerkovot beszéltem is többször, hogy jöttet buktam el, itt írja is Koye közben. Cerkov szépen fejlődik, most Koye nem tudom milyen MMR-en van, szóval 4-2 körül. Nem, ő most 4000 körül van, de olyan, mint én, hogy ez a 4000 és 4003 között ingázik állandóan, és amúgy Cerkov is eddig ilyen volt, de most megdöntötte a personál rekordját, 4005-ig felment a héten ladderen, úgyhogy igen, itt egy kicsit féltem is. Hát a show match előtt féltem is, hogy basszus, lehet, hogy mégse lesz akkora nagy rangadó, vagy akkora izgalmas meccsek, de úgy néz ki, hogy attól függeszenő hozzá. Hát Koye azért fel venni a versenyt egy igen jó játékos ellen is, úgyhogy hogyha olyan napja van, tényleg szokott nagyon-nagyon jól is játszani. Sokszor. Aztán van néha, amikor ilyen össze-vissza csinál mindent. Hát jaj. Nagyjából így build order ügyileg Koye, amit láttuk tőle sokszor, battle mac-et szokta hozni. Igen, azt most még nem hozta, azt csodálkoztam is, hogy nem hozza, csak bio tankozott gyakorlatilag Helion kezdése. Full standardeket hozott, egyszer próbálta meg a proxy raxot. Annyi, hogy akkor megint felkonferálnám a játékosokat. Ugye 3-2-re vezet Koye, a jobb felső sarokban zöld színben játszik, és a bal alsó sarokban Cerkov piros színben játszik, és hedge first-tel indít,
Koi pedig ismételten egy gas first-tel kezd. Ez most már sokat gyára így indít. Pedig amúgy én még mindig azt mondom, hogy TVZ-ben ez nem annyira kifizetődő. Hát igen, érdekes. Nem igazán leszel semmivel előrébb, hogy előbb rakod a gát. Akkor érdé meg, hogyha nem ex felne, hanem tehát rögtön elkezdett tekkelni, ezzel faktorit gyártani, de hát azt nem, gondolom nem csinálja, tehát... Nem, ex fel, és akkor utána rakja a faktorit, szóval gyakorlatilag nem hiszem, hogy ez nagyon megéri. Meglátjuk. Közben még felhívnám a figyelmet, hogy ugye a minerálos fogadás az már nem játszik, azt ugye a bóhét első felé, fél órájában lehetett csak tenni, de amúgy a véleményetekre még mindig kíváncsi vagyok, jelenleg 8-an szavaztatok, úgyhogy 50-50% a két játékosnak az eredménye, szavazzatok, hogy szerintetek ki fogja nyerni a mérkőzést. Winter, te is szavazz nyugodtan, hogyha még nem tetted meg. Egy 3-2-re már kicsit csíkinek érezném. Ja nem, Bost Ordop, lehet, hogy rosszul van feltéve a kérdés. Mind a kettő, mind a korai minerálos szavazás, mind ez a véleménynyilvánítás is inkább a bó hétre vonatkozik. Annyi, hogy ennek nincs tétje, úgyhogy gyakorlatilag nem vesztesz fel semmit. Hát a másikkal is csak minerált, azaz csatornapontot veszítesz, az meg. Hogyha nézed, elég nagy lelkesedéssel. A HST-t az gyűlik magától, úgyhogy... Ennyi. Még csak annyi egyetlen hátrány, hogy aki ellen szavazol, az utáni fog. Ja, igen. És egyébként Szerkopot akartam megkérdezni, hogy buildvigyilek, hogy csinálta valami cheeky, valamilyen Ravager busztos openinget, vagy így nagyon standard makrogéneket tolt, harmadik base, mint ahogy most is. Összességében mindig ezt tolta. Volt olyan, amikor úgy ítélte meg a scout alapján, vagy pedig akkor úgy éreztem, hogy nagyon sokat veszített a harassok által, hogy átváltott egyszer csak, és rátenyelett a roachra, és akkor hozta izomba a roach abuse-t, meg a ravager-t. Ilyenek voltak, de szerintem úgy, hogy ő úgy kezdte volna el a játékot, hogy ő most abuse-olni vagy rásolni akar, ilyen nem volt. Igazából a helyzet hozta legtöbbször, és jól is tette amúgy, mert mondom, 2-0-ás hátrányból jött vissza 2-2-be. Igen, most Koi is talán az első meccsen nem ezt a buildet hozta, de úgy néz ki, hogy ez kifizetődik neki, hozza megint a vikinget, szedi a scout overlordokat, Helion Reaperrel kezd, és ugye átvált bióra, marine tank, medivakra. Egyik meccsen hozott PC-t amúgy a Helionok mellé, meg volt ilyen meccs is, amikor hozott két Cloak Banshee-t. És megkezdni fog, bizony. Hát lekerült plusz 2 faktor. Ó, akkor végre láthatunk egy Battle Mac-et is, amit amúgy nagyon-nagyon sokszor tolja ladderen. Úgyhogy most megnézhetjük, hogy milyen lesz Cerkov ellen. Én azt mondom amúgy, hogy szerintem Cerkov ezt jól tudja kezelni. Már én is többször hoztam Battle Mac-et, meg Koi is korábbiakban, azért elvétve játszunk egymás ellen. Szerintem tudja ezt, meg tudja fogni. Hát meglátjuk, hogy mit fog belekezni. Eddig igazából nincs tech-je. Elkopnak, csak drónzik fel. És ahogy ezt kimondom, 24 linket elkezd gyártani, illetve ugye... Lehet, hogy egy B-Link buszra készül. De ez igazából nem biztos, hogy jó lesz amúgy meg ellen. Valószínű, mivel rengeteg Helion lesz, úgyhogy... Igen, és jön a Roach Warren, készül a B-Link Speed. Nem tudom, hogy mire készül. Lehet, hogy csak késleltetni akarja a harmadikat, de gyakorlatilag így off-creepen, lingekkel nagyon nagy bajba kerül. Jobb lenne, hogyha hazamenne. Igen, itt, hogyha Cerkov észrevette volna kicsit korábban, hogy ott vannak azok a Hellionok, jobb lett volna, hogy be tudta volna őket surroundolni, úgyhogy Koyének ez nagyon jó, mivel vissza tudta vinni a Hellionok a Naturalra, kész a full fal, igazából ezt... Igen, de most nézem Cerkovnak a vision-jét, és egy factory-t sem lát, szóval az a Vikings nagyon szépen leszette a scout overlord-okat, és
fogalma sincs Cerkovnak, hogy mechaniká lesz. Jó, abból már gondolhatta, hogy a standard 6 helion helyett már itt van 8. A 8 helion. És ugye semmi más unitot nem látott még konkrétan. Most ezzel a 8 helionnal elindult Koi meg egy Raven társaságába creepet szedni, ami tök jó, csak azt nem tudja, hogy itt közben gonoszul kempelnek a lingek, és most készülnek a pének a másik oldalon. Úgyhogy ebből még lehet baj a Koinak. Igen, ez és hazajön. Hát ez szerintem hibás döntés. Ez nagyon hibás döntés. Ezt a naturát be lehetett volna ütni simán, és gyakorlatilag ezek a helionok úgyis hazajöttek volna, és szerintem károkozás nélkül megúszta volna Cerkov. Így viszont nem tud betámadni, elbukik 11 drónt. Hát az igazából az összes ringet el is bukja, 6 vagy 7 darab helionért. Hát ez nagyon-nagyon jó kolyének, és láthatjuk ugye... 45 link! 45 link, 1 queen, 12 drón, 2 bén. És összesen 8 darab heliont veszített cserébe Koi, és még egy sokkal erősebb sereg már itt van. Gyakorlatilag az alatt az idő alatt, amíg Cerkovnak meg vissza kell hozni a makrót, de hát ez Cerkov is már érzi, hogy ekkora armira kéne hozni valami armit, de hát a makrója az nem megfelelő olyan szinten. Nem tudom. Most amúgy Cerkov még mindig úgy tudna életben maradni, hogyha hozná unitokat. És hát megpróbálná ezt a harmadikat denyolni. Mert hogyha most itt nagyon elkezd makrózni, ez az army, ez itt befejezi gyakorlatilag a meccset. Hát igen, most csak pár mutát kihoz itt Cerkov, de sokat már nem fog csinálni, főleg, hogy a Viking is van, meg igazából ott vannak a Cyclone-ok is. Megkészült, most már mindegyik expen ott van a turret, úgyhogy... Igen, tehát ezzel sok mindent már nem fog tudni csinálni. Megfield is készül ugye, esetleg még le tudja szedni Cerkov, talán ezzel az 5 darab mutaniszkel. Neki hát feldrónozni Cerkov, de ugye ma kéne a negyedik base is, hogy itt bármit tudjon csinálni. Igen, mert igazából nem lesz hova rakni azokat a drónokat. Most jön egy mutaliszk haras, ami nagyon kevés ahhoz, hogy leszedje a turretet. Ilyen nagy kárt nem fog tudni okozni, esetleg itt az addonokat tudja abjúzolni, és akkor hát, ha ezzel visszahozza egy kicsit Koi armiát, és így késlelteti azt a pusht, amit Koi meg fog indulni. Amivel Koi meg fog indulni, de hát nem tudom, hogy mennyi ideig tudja késleltetni. Nem készült meg fel Cerkov arra, hogy ezt az armit megfogja. 600-as army value különbség volt, kevés a bén. Igen, és akkor rászkenel látja. Igen, látja, hogy jönni fog. Na és... Hát itt kellenének szerintem valami roach, vagy valami olyan unit is, ami túléli gyakorlatilag a lingeket, béneket. Mert itt a link bén az így kezdésnek jó, de elfogy, és onnantól nem lesz mivel támadni. Lehet, hogy jobb lenne kiszedni azokat a cyclone-okat, hogy a mutalisz be tudja fejezni. Igen, jó döntést is hoz Cerkov. Megpróbálja kiszedni, és gyakorlatilag arra appellál, hogy amint a cyclone-ok meghaltak, akkor időkérdés és a elbatokat megöli. Visszaalakítja helionnál, kicsit gyorsabb legyen, tudjon még kárt okozni, de ezek a helionok el fognak veszni. 14 drone bukott viszont ismételten Cerkov. Szóval gyakorlatilag visszakerült abba a helyzetbe, ahol pár perce volt, és Koi az meg tovább makrózik, és Expel szaturálta a harmadikat, reptette a negyedikét, és Cerkov visszakerült egy ilyen 5 perccel ezelőtti helyzetbe. Igen, de egyébként, hogyha hozzáteszük azt, hogy gyakorlatilag a pusheret, azt hittem, hogy egyből halott, tehát így instant kilép, ahogy rámegy Koi, életben maradt, úgyhogy csak hát olyan 15-17 workert vesztett. Még mindig nem áll jól, de most kész a negyedik base Cerkovnak is, hogyha most tud még esetleg egy 10-12 drónt hozni, akkor még rendben lehet, illetve ugye, ahogy te is mondtad, váltani kéne, az sem roach van erre. Összesen 26 workert vitt már el ezen a meccsen Koi amúgy. Hát ja, ide már valami jobb unit kompozíció kellene.
Nem tudom. Igazából Hydra lurkerezni szoktak, nem? Battle Mac ellen, szóval nem mutázni. Mert most innentől már tényleg csak egy lépés amúgy könyének, hogy kihozzon, nem tudom, nagyon sok tort, és gyakorlatilag a mutaliszkeknek annyi. Igen, itt írja Tordrop, hogy megnyerheti, hogyha masszolja a mutát, csak hogy... hogy szerintem nagyon-nagyon könnyen le tudja reagálni. Mert oké, hogy a Cyclone az csak egy ideig jó mutaliszk ellen, mert hogyha túl sok mutaliszk van, meg ha fejlesztett, akkor gyakorlatilag már... mert meg lehet úgymond cseszni az egészet vele, de ha kijönnek a tórok, akkor meg... hát igen. Meg a mutaliszk az mehet a kukába. Ja, szerintem is Hydra lurkerezni kéne, csak megmondom őszintén, ugye semmi semmi látszatját nem mutatja azt, hogy most Terkov arra rámenne. Igazából mili és armor upgrade-ettől nincsen ranged attack fejlesztés, nincs Hydra listen. Úgyhogy ez valószínűleg már marad a Lingbane mutaliszk, amivel amúgy lehet nyerni. Igazából egy Jadong meg egy Life is megvert ezzel mindenkit, de olyan makró fölénybe volt, hogy megtehette. Igazából Life is gyakorlatilag muscling-el verte sokszor a pro meccseken az ellenfeled, de ezt így hátrányból nem lehet nagyon megoldani. Bár annyi szerencséje van Cerkovnak, hogy amíg itt így elidőzött Koi és üldögelt a bázisán, addigra kezd visszajönni. Kirakta az ötödiket, visszajött worker számba. Így van, és most hát most megpróbál Bailing-be bemenni Cerkov, de ott két tankot meg fogja fogni. Épp azt akartam mondani, hogy neki kéne állni Koi-nak tankokat is hozni. Most már szépen elkezdtük kicsit azért. Gyakorlatilag ez a Battle Mac, ez nagyon jó az elején. Tök jó vele harasolni, rambályokat, tök jó a Cyclone-nal kiszniple-olni itt-ott, jobbra-balra. Én azt szoktam csinálni egyik oldalon, hatchet sniple-olok Cyclone-nal, másik oldalon megyek Helion-nal drone-tölni, meg fight-olni a lingekkel. De itt egy kicsit elült, és ahogy telik az idő, ez az army, ez kevés lesz. Szóval főleg, hogy itt vannak az infestorok, hogyha bekapja a fungált, akkor gyakorlatilag vége van az arminak. Jobb lenne, hogyha már hozná a tankokat, hozná a tórokat. És amúgy, így, hogy most jöttél, ez a mérkőzés, ez tökre megmutatja azt, hogy milyenek voltak az előző meccsek. Szóval ott is végig azt éreztem, hogy mindenkét játékos jól játszik, de így hoznak olyan-olyan döntéseket, amivel áttengedik a másiknak az előnyt. És most igen. Is azt láttam, hogy Koi gyakorlatilag így tök jól állt, és akkor így elül, és megadja az esélyt Cerkovnak arra, hogy visszajöhessen. Így van, és ezt így Maz BC-re fog egyébként Koi elállítani, és több 6 BC készül. Egyébként amit nem teljesen értek, mert persze nem rossz a BC, de ugye már kettes fejlesztése van azokra a mutákra, így a korruptorok is jó erősek lesznek, hogyha Cerkov. Igen, mert gyakorlatilag amint Cerkov meglátja az első BC-t, rátenyer el a C-re, kihozza a korruptorokat, hát nem tudom. Viszont ott rengeteg muta leesett. Amúgy itt Cerkovnak még lenne, tényleg nagy esélye lenne, hogyha azokat a Cyclone-okat be tudná fungálozni. Amúgy még azt vettem észre, hogy Cerkov nagyon-nagyon elfelejtett creepelni. Hát igen. Úgyhogy Freeman-t felkérném itt a chat-en majd egy ilyen creep továbbképzésre, mert itt gyakorlatilag nem tudom, itt párat creepelt, leszette az első támadásnak Koi, közben át se jött a másik télfére Koi, de még mindig nem rakta vissza a creepet, ami azért nagy hátrány. Igen, creeptelenség, ami itt történik. Creeptelenség. Tehát a Freeman-nek a 15. percre az így Koi-nak a main base-én lenne valószínűleg. Hát igen, a main-en a mineral line mögé nem tudsz már lerakni szuplit, mert ott is creep van, szóval ahhoz képest. Azért kell elkezdeni szedni, hogy egy, jó van, csak hadd rakjak le egy épületet ide, vidd már vissza a creeperet, mert mindenhol creep van. Itt egyébként ezt a 4-et, ugye ezt az 5-et le tudta volna snipe-olni szerintem Terkov. Amúgy Koi az arra vár, hogy tényleg itt kimaxol most ebből a Battle Cruiserből, amikor Cerkov azt hiszi,
hogy mondjuk megnyerte, mert ezt a Cyclone Helion seregét mondjuk sikerül megölni a Koinak, akkor egyszer csak oda beteleportál, és akkor így hát ennyi. Lehet. Szerintem amúgy lehet, erre de... számít, mert hogyha már megmutatta volna a Koi azokat a BC-ket, akkor már lenne rá counter, gyakorlatilag így meg Cerkov abból indul ki, hogy most az armia jó az ellen a Helion Cyclone kompozícia ellen, és akkor így igazából el van, nem engedi tovább expelni, de nem értem teljesen, hogy Koya mire vár. Szóval itt van 197-es limitem most már X ideje. Hát igazából show match. Hát oké, de most szerintem... itt bankolnak, de igazából Koyanek se jó az, hogy Cerkovot hagyja megerősödni. Igen. Na, fungál, és fungál, fungál. És jönnek a fungál. És én erre számítottam, hogy meg lesz ez. Igen, és Cerkovnak jön az öröm, hogy megfogta ezt a támadást, és egyszer csak bejön a Maz BC, és Cerkov az azt fogja mondani, hogy GG. Nem, jön a 2-12 Corruptor. Amúgy tudtam, igen, hogy ez lesz amúgy Koitól. Ezeket a Overlordokat amúgy meg kéne menekíteni innen. Elég nagy para, hogyha elveszti a szupliát, és nem tudja kihozni a counter. Annyi szerencséje van amúgy Cerkovnak, hogy mutára fejlesztett, szóval ott van a kettes atak. Én amúgy nem mennék el most ezekkel a mutaliszkekkel, hanem karöltve a korruptarakkal próbálnám leszedni ezt az összes BC-t. Egyébként mert még lehet is tudná ezt fogni, hogyha meg tudja fogni, de menjen. Életben maradtak volna. Ugye kész volt már a Neurália is, hogy... hát még így sok és amúgy nagyon-nagyon jó itt a mutaliszk is, hogy tankol gyakorlatilag. Korruptorok a damage dealerek, a Mutalisk az itt betankolja, és ezt simán megfoghatja. Annyi ám, hogy Koyének ötösével készülnek a Battlecruiserek, és hármasával a tórok, és nincs bankja Cerkovnak. Szóval gyakorlatilag nem ez a meccsdöntő fight, mert itt még hogyha Cerkov nyer is, ami megtörtént, gondva van. Egyébként az érdekes volt Koye, tudott volna jumpolni, de úgy döntött. Igen, én is arra számítottam, hogy egyesével minden PC-t haza jumpolja, szépen megripéreli, és akkor armival fog bejönni. Igen, közben meg is jött az 5-ös Battlecruiser utánpótlás ide a mainre. Közben próbálna egyet counterelni Cerkov, de hát Planetary Fortress van, szóval lingekkel nagyon sokra nem megy. Igen, azok a Hellionok ezt megfogják. Igen, és nem figyelem ugye Corruptorokra, nincsen target fire, nem targetelte be sorba, vagyis már igen, de későn. Az elején csak minden korruptor más BC-t ölt, megosztott a sebzés, szóval nem biztos, hogy ez is olyan jó trade volt. Ugye unit source, az 10,000-rel több lossza van Cerkovnak. Igen, ugye leesett a Hive és a Spire is, úgyhogy már nem tudott utánpótlásra hozni Cerkov. Így nem volt rossz meccs így a végére. Érdemes volt ide érni. Hát ez tényleg nagyon szép volt. Ilyen kár, igen, hogy csak így az utolsót tudtad megnézni. Úgyhogy ezzel gratulálunk Koinak, aki 4-2-re megnyerte ezt a Diamondos rangadót. Itt vagytok? Gratula. Igen? Én nem hallok senkit. Na, most már igen. Én se, hogyha itt vagytok, akkor szóljatok. Hi. Hello, hát gratulálok Koyam, úgyhogy megnyerted ezt a meccset, nagyon szép játék volt. Én hiányoltam végig amúgy a Battlemac-et, mert tudom, hogy szereted és szoktad hozni ladderen is. Nem tudom, Cerkov, te is számítottál, nem, hogy lesz Battlemac? Igen. Én is számítottam rá. Egy dolgot nem értek itt az utolsó meccsen. Hogy nem Hydra Lurkert hoztál? Nem tudtam, hogy jó Cyclone ellen. Mert amúgy ugye Battlemac ellen amúgy azt szokták hozni, és amúgy Lingbane-nel is lehet amúgy, hogyha makro előnybe vagy, de hát nem igazán voltál, mert itt az elején azért elég sok drónt buktál. Nem.
Nem tudom, nekem ez a Hydra Lurker style nem Mert itt tudom, igazából én azt tettem volna a helyedbe, hogy itt a makró hátrányt úgy hozom vissza, hogy egy kicsit, bár nem az erg erőssége, de ez a Turtle zerget játszok ezekkel a lurkerekkel, ugye megpróbálom védeni, hogy fel tudjak makrozni, és gyakorlatilag szerintem jobb lehetett volna, bár a BC az, még a BC ellen is talán, itt az elején. Azt viszont nagyon későn derítetted ki, nem, Cerkov? BC-t, vagy tudtad, hogy a az lesz? BC-t egyáltalán nem derítettem. Akkor láttam, amikor ott volt már a bázisomon 10 BC. Még amúgy ez a Battle Mac, ezt nagyon sokat promózta annó Vibe YouTube-on, és minden egyes ilyen Hellion Cyclone TVZ-nek a vége az, hogy amikor jól állsz, és jól bejöttek mondjuk a Hellion Rambályok, vagy a Cyclone Harassment, akkor elkezdett szép lassan betrédelni az armidat BC-re. És amikor az ellenfél azt hiszi, hogy már jól áll, mert ugye konkrétan sikerül megölni a Cyclone Hellion armit, addigra egyszer csak megjönnek a BC-k, és tudtam itt is az lesz, hogy el fogod verni ezt a sereget, és Koi be fog teleportálni a nagyon sok BC-vel, és amúgy így is lett. És az a baj, hogy ha ilyenkor vesz észre az erg, akkor már nagyon nehéz ellene készülni. Mondjuk szerencse a szerencsétlenségben, hogy Mutaliskre tekketi, szóval volt már kettes weapon upgrade-je a korraptoroknak is. Hát, de igazából nagyon sokáig gondolkoztam, hogy hozzak inkább Broodlordot. Lehet, hogy akkor jobban jött volna ki így a BC elleni dolog. Aha. Hogyha esetleg még nem hozok ki nem hozok ki Broodlordot, de már van korraptorom. Uh-huh. Jó, hát igazából ugye egész meccs alatt kicsit előnyben volt, és ez szép lassan emelkedett akkora erőre, hogy végül így a BC-kre nem tudtam mit válaszolni, és hát meg tudtam fogni, de utána már nem tudtam tartani a makrót. Aha. Igen, az a hold amúgy jó volt szerintem is. Teljesen volt, rengeteg BC-l ásadt ott egyébként. Igen, amúgy nagyon jók azok voltak. Azok kár, hogy zipfesszorok leestek előtte. Végén jók voltak a fightok, csak alapvetően ott már hátrányban voltál, és nem volt elég a even trade, itt olyan kellett volna, hogy fölényesen. Hát, vagy valami economy damage. Próbáltam harasolgatni, de az sem sikerült úgy teljesen, sőt, alig ilyen pár szuplit meg pár táretet le tudtam szedni, nagyjából ennyi. Ja, hát pedig a Mutalisk az elég jó a Cyclone-ok ellen egy idő után, amikor már sok van, és ugye ott szokott vége lenni ennek, amikor ugye kijönnek a tórok, de amúgy Kajita elég későn jött. Jött is talán, nem három szem a végén, vagy? De kevés. Végére jött egy pár, igen, mert nem tudtam, hogy van még esetleg neki még egy Greater Spire-ja, ugye azt láttam, hogy van. Ugye azt is láttam, hogy leiszedtem utána ugye a Hive-ot is, illetve a másik Spire-t is, ha jól gondolom. Aha. Csak ugye nem tudtam, hogy dugott el esetleg még valahova, mert ugye szoktak ugye esetleg kettőt is csinálni, sok esetben találkoztam már ilyen a ladderen is. Uh-huh. Ugye azt hittem, hogy leszettem, és akkor fél perc múlva ott van a Broodlord Army. Amúgy a szavazás itt az volt, hogy 50-50 százalék, amit én hoztam létre, 4-4-en szavaztak mindkettőtökre. A elején a fogadás, azt meg Kai, te kezeled ott, mi lett az eredmény amúgy? A minerálos fogadás. Akkor vissza kell lépnem egy kicsit a streamre, de nem tudom, ha jól emlékszek, talán 1-2500-as láttam még az eleje után valamikor. Aha. Jó, de tényleg jó volt, és izgalmas meccsek voltak, úgyhogy ügyesek voltatok. Igen. Hát GG. Ja. Na hát akkor az ígéretemet betartsam. Azt mondtam, hogy kívom a győztest. Koi? Állod? Ja, részemről mehet egy. Jó, akkor Winter, hogyha benne vagy, akkor én megígértem itt a showmatch nyertesének, hogy egyetlen egy meccsre kihívom a győztest, és akkor ezt neked kéne lekasztolni, hogyha lehet. TVT-t! Hát de segít Cerkov is, szerintem. Segítek, persze. Annyi idő még van, mielőtt alszol. Milyen mapon játszanál, Koi? Nekem mindegy. Választhatsz te egyet. Néhed írja, hogy jön, szeretnénk. Legalább ért is a TVT-t. Na,
király. Melyik map? Mindegy? Nekem mindegy. Nekem is, akkor legyen valami régi. Abba. Na jó, viszont ha van két caster, akkor én már inkább pihenőre térek. Ja, mennyi egy. Úgyhogy jön néhány is, persze, akkor majd... Kell aludni, mert holnap 4.6 a cél, úgyhogy... Na, valaki nem joinolt. Ja, mert Cerkov akkor elmegy, akkor jó éjszakát, köszi szépen. Köszi szépen, sziasztok. Itt voltál. Halló, halló. Hogy fogjuk tényleg? Fogjuk. Na, és annyi lesz a stream, hogy akkor... Már néhed itt van Discordon? Szerintem még nem. Most írtam neki, hogy jöjjön. Ja, jöjjön. És akkor melyik öltökre rakjam a kamerát? Rád vagy Nihedre? Ja, mert külön tudod csinálni, míg te játszol, vagy mi? Persze, hát ugye én... Ja nem, mert nem observerben vagyok ilyenkor, mi? Ja, ilyenkor mindenképp csak az enyémet lehet látni. Aha. Nem hát igen, de beszélni ők tudnak attól még, hogy esetleg nem látják. Ja, mindegy, jó ez így szerintem. Ja, mert abból is úgy volt, hogy first personba streamem az utolsó meccset. Annyi, hogy lemjútolom. Ja, de nem tudom lemjútolni magam sem, akkor te meg beszélni nem tudtok a streambe. Hát akkor csak obszolunk, megbeszélgetünk közben, úgyhogy ha Kolya is, akkor vissza akar jönni. Discordon le tudod magad mjútolni. Ja, de akkor ugye nem hallják a streambe azt, akkor amit ők beszélnek. Ja, tényleg. Na mindegy, úgyhogy jó. Akkor ne spoilerezzetek. Aztán akkor menjen a meccs. Jó, oké. Annyi, hogy én azért a Discordon lenémítom, hogy ne halljalak titeket, úgyhogy beszéltek, csak a streambe se hallják. Na, viszont engem hallatok talán még így is a streamben, ugye? Csak a többieket nem. Good luck, have fun. Not enough minerals. Big job, huh? Mindig a néhet fél ilyen abuser buildet szoktam csinálni TVT-be, de az a baj, hogy ez Koi ismeri. Szóval, mivel Arkomba is volt, hogy toltam vele, és én proxyból nem rakhatom a Starportot, úgyhogy... Úgyhogy így valamit majd így itthonról csinálom. Lehet, hogy... hogy itthonról fogom hozni akkor a Starport-ekket. Aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül. Vagy pedig hozom a régi standard safety-t. Majd meglátjuk. Hát most én így, mivel máshogy nem tudtuk megoldani, úgyhogy ezt first personba fogjátok látni. Hát meglátjuk. Amúgy csak egyet játszunk, szóval itt nem Bo3, meg Bo7 lesz, meg mit tudom én, hanem simán egy meccs. Igazából fun game. Valószínűleg nem nyerek amúgy. Hogy az jobb... jobban áll, meg többet is játszott mostanában, mint én. Úgyhogy én olyan sok esélyét nem látom, hogy meg tudnám verni. De nem adom fel. Nem tudom, hogy a Reaperrel elkerültük egymást, expet nem rak. Valószínűleg a safety-t fogja rakni. Aha.
Inkább hazajövök még. Valószínűleg jönni fog valami unit. Az őrriperét nem láttam otthon, és nem láttam itt sem. Némi aggodalomra adok ott. Bepróbálok egy... Liberator-t, meg közben kiexpelek. Aztán áttálok Cyclone-ra. Ugye kell hoznom mindenképp egy Cyclone-t. Mert attól tartok, hogy őtőle is fog jönni a Liberator. Your add-on's done. Sounds. És nem jön. Additional supply depots required. All right. Fair enough. You the Reaper man. Ó, ezt jól elkaptam. És még el is tudok talán menekülni. Viszont... Viszont ez ott el fog veszni. És én szuplim. Szóval ez hiba. És megjött a Liberator, azt nem vesztettük el. És már várom amúgy Koitala és a haras mentet. Nem jön, nem jött át a maradék Reaperrel sem. És a Cyclone-nal sem. Úgyhogy szerintem itt olyan szempontból megtehetjük, hogy expelünk egyet. És közben majd betámadunk, beharassolunk a Banshee-kkel, meg a Raven-nel. Vagy a Liberatorral is hozzuk a Banshee-t defenzíven. És mehet közben a bio. Kicsit kinézünk, hogy nem tudom mire készül, amúgy megmondom őszintén még. Koyé. Not enough minerals. SCV ready. We require more minerals. You want a piece of me? Not enough minerals. SCV Raven online. Go, go, go! We could use some help here. Yeah. És nem Cyclone-nal védekezik. Hát ezt nem mondanám, hogy jó volt. Meg közben a makróval is elmaradtam. CC's upgraded. Not enough minerals. This better be good.
is finished. Gangway, coming through. Taking some fire here. You can't build there. Need more energy. Az a baj, hogy nagyon-nagyon levegő fölénye van. Hope you have an expansion. Ki kell raknom a harmadikat, mert ugye gázhiányban vagyok. That mineral field's gone. Don't spend it all in one place. SCV ready. Not enough minerals. Ez amúgy sok lesz. Nincs elég makrom. Research complete. What goes up can't come down and land right there. Gotcha. We need more money. Not enough minerals. Sebuktam a izét is, a Ravent. Azért nagyon kár volt, mert már mire oda kattintottam, halott volt. Szerencsétlen. SCV ready. Ready to plunder. That mineral field's gone. Don't spend it all in one place. Can't build there. We require more minerals. Not enough minerals. The little building on the right side of the minerals. Not enough energy. Not enough minerals. Az a baj, még mindig levegő hátrányban vagyok. We require more minerals. SCV ready. You can't build there. This better ready to plunder. You need more. Your add-on's done. In my day, we mined 8 minerals at a time. Mineral field depleted. Need more energy. Ready to plunder. SCV ready. We could use some help. Ez itt viszont jó lehet. Ez itt jó. Itt a position jó volt, vagyis onnan támadtam. Not enough minerals. SCV ready. We require more minerals. Your add-on's done. Been waiting on you. SCV ready. Move it. You gonna get... Mine more minerals. You can't buy stuff on credit in this game. Give us your... You need more minerals. Á, és nem készül el. You need more minerals. In my day we mined 8 minerals at a time. És baszki, ezekbe tudjátok mi a csúnya. Your SCVs are under attack. Pull your boys. Ez nagyon csúnya volt. We require more minerals. Bigger, faster, stronger, upgraded. Our SCVs are under you need more minerals. In my De semmi szem el. Na most kaptam ki. Go, go, go.
upgrades done. We require more minerals. Kurva nagy makro hátrányba vagyok. Whoa, need more energy, little guy. Bad news. Yep. You gonna give me orders? Who wants some? És nem készít meg elejzem se. Szétszém. Mineral field depleted. Baj, most ide fog jönni. Not enough energy. This better be good. Can't build it. Ready to plunder. You need more minerals. In my day, we mined eight. Vespian geyser required. SCV ready. Go. Go, go, go. Mine more minerals. You can't buy stuff on credit in this game. SCV ready. You need more minerals. In my day, we mined 8 minerals at a time. Megint itt tolálkodik valami. The little building on the right side of your bingo machine. We require CC's upgraded. SCV ready. Hey, your base is under attack, man. Ready to plunder. You want a PCB, boy? Ready for dust off. Your upgrade's done. Your base is under attack again. We can use some help here. Mineral field depleted. This better be good. Sure, we've been waiting on you. Want a piece of me, boy? Big job. Ez nem is kell, már meg van ennek gázom. Ready to plunder. Mineral field depleted. SCV ready. Elbuktam a CC-met. Nem. Gangway, coming through. Amúgy a faszom első már a izétel. Your SCVs are getting wrecked. Our SCVs are under attack. Ready for dust off. Vespian guys are exhausted. We're running out of minerals back home. Na itt vagyok, srácok, itt vagytok, GG. GG. Jó meccs volt. Papírforma volt, de. Mihez féle, 15 turet kéne. 15 turetet amúgy csak meg kell lehet megcsinálni. Ja, hát ezek a doom dropok, ezek nagyon, nagyon rosszul estek. Máshogy alakult volna biztos, hogyha nem ott jön, de azért... Egy-kétszer jó pozíció voltak a vikingek, szedték őket, de mindig vittem, hogy akkor is így 2-3 megyileg be tudott jutni. Ja, mindig valami bejutottam úgy. De ügyes volt, marha jó volt. Itt vagy, Kolya? Ja, Kolya még nincs itt, mutolta magát. Yep. Hát akkor gratulálunk Kolyének, aki a legjobb Diamond játékos Magyarországon. Hát ez most így teljesen bebizonyítottam a Szerkofot is, engem is. Ennyi.
mondjuk Facebook csoportban ugye még Sirónak, meg Quasarnak volt egy-két szava, de ugye Quasar már volt master, szóval nem lehet teljesen azt mondani, hogy Diamond, a Siro az még ott van amúgy a helyér, úgyhogy majd kihívhatja valamikor. Most amúgy jól olvastam a cseten, Nihed, hogy Winter, Nihed lesz a következő show match. Én csak mondtam neki, hogy kihívom egy Shaolin leszámolás. Azt, hogy elfogadj, ezt már nem tudom. Terran ellen játszok, de a Protossal ellen inkább. Ja, hát én Protossal nem, Terrant hoznék. Jó, az már hát... Megkupállak szívesen PvT-be. Gyere, Nihed, megkupollak. Na, megjött Jagger is. Te is akarod azt a pszichológai hadviselést átélni, mint Szabolcs Pásztor? Igen, a DT-t az arcon. De amúgy tényleg tartánk valamit, Winter is mondta, hogy tolj. Várja, még streamel pronunk egy évként, megy a show, vagyis hát most lett vége a show. Meg azt tudom, hát tudom. Ja, de amúgy itt már vége van, szóval más nem lesz, úgyhogy azért, majd tartunk, azért majd annyi, hogy én meg... egy kis szünetet kérek, aztán lehet majd becsatlakozok. Ja, hát egy cigi szünet, hát, igenek, nem mehet, rá, aztán... Hát de minek King of the Hill? Hát játszunk az a baj a King of the Hill-el, hogy nem tudom, bugos. Most simán játszunk, aztán lehet azt streamelni, meg kommentálni, és hát aki éppen játszik, lemütol magát, ez cső. Há jó. És nem elmondom. Streamelj, csak platszoljunk. Hát azért mondom, hogy King of the Hill, mert ugye akkor nem kell újra ráállni 75-ször. Na jó, van, én majd jó, akkor visszacsatlakozok a streamet, most lenyomom, aztán majd írok. Jó? Hát, köszönjük mindenkinek. Föllövöm akkor a streamet. Na, úgyhogy akkor köszi szépen mindenkinek, aki nézte ezt a show meccset. Szerdán Siro, minden a szokott rendszer szerint, vasárnap meg ugye én jövök a HST-vel. Köszi szépen mindenkinek, gratulálok a játékosoknak. Úgyhogy ciao, aki esetleg még akar valami fangémet nézni, szerintem Jagger streamjét kövesse. És... még nincs vége a napnak. Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok!